Jó reggelt kívánok! Ez a Híradó reggel 8 órakor az M1-en, Székely Áron vagyok. Azonnal lépett Magyarország, miután kiderült, hogy Brüsszel az európai gazdák érdekei helyett az ukránok oldalára áll. Az Európai Bizottság ugyanis nem hosszabbítja meg az ukrán gabona behozatali tilalmát. A döntés óriási felháborodást keltett az érintett 5 tagállamban. Ha ugyanis az olcsó és sokszor silány minőségi ukrán gabona elárasztaná a piacot, a hazai minőségi termékek eladhatatlanná válnának. A magyar kormány ezért az ukrán gabona mellett további 5 termék behozatalát is megtiltja. Hasonlóan reagáltak a lengyelek és a szlovákok is. Nem hosszabbítjuk meg a tilalmat, mert ez egy kivételes védelmi intézkedés volt. Ez nem egy olyan dolog, aminek a végtelenségig érvényben kellene maradnia, közölte az uniós kereskedelmi biztos pénteken Brüsszelben. Valdis Dombrovskis úgy fogalmazott, szerinte megszűntek azok a körülmények, amelyek az ukrán termények behozatali tilalmát indokolták. Cserébe Kijev beleegyezett abban, hogy hatékony intézkedéseket vezet be az EU-ba irányuló gabona és egyéb élelmiszer export ellenőrzésére. Ezek között olyan szabályok is lesznek, amelyek visszafogják a gabona kínálat megugrását. Ukrajnának legkésőbb hétfőig cselekvési tervet kell benyújtania az Európai Bizottságnak. Csak hogy az 5 érintett tagállam, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Románia és Bulgária közül többen másként látják az ügyet, mint a brüsszeli bürokraták. Ahogy eddig, ezután is, minden körülmények között és minden eszközzel megvédjük a magyar gazdák érdekeit. Az agrárminiszter közösségi oldalán azonnal jelezte, Magyarország nemzeti hatáskörben meghosszabbítja az ukrán gabona behozatali tilalmát. Nagy István közölte, a magyar gazdák védelme érdekében szombattól bővítik is az érintett termékek körét, vagyis tilos lesz behozni a gabonaféléket, repce és napraforgó magot, lisztet, étolajat, mézet, tojást és több húsfélét is Ukrajnából. Brüsszel magára hagyta az európai gazdálkodókat. A magyar kormány megvédi a magyar gazdákat és a végsőkig képviseli az érdekeiket, ezt már az M1 kérdésére mondta az agrárminiszter szombaton. Nagy István kiemelte, felháborító az egész eljárás, ahogy Brüsszel a kérdést kezelte, és tisztán látszik, hogy az unió vezetésének sokkal fontosabbak az ukránok, mint a tagállamok termelőinek érdekei. Szó nincsen itt bármilyen szakmai döntésről. Arról szól, hogy a nemzetközi multinacionális tőke hogy vetett szemet az európai piacra, hogy szorítják ki innen a hagyományos európai mezőgazdasági termelőket, és hogy tevődik át a mezőgazdaságnak a súlypontja Ukrajnára. Kristálytisztán látszik, most már nem számít az európai gazda, csak a nemzetközi tőke, piacszerző hatalma és hatalom éhsége. A magyar állásponthoz csatlakozott Lengyelország is, Mateusz Morawiecki ismét egyértelművé tette, Brüsszel beleegyezése nélkül is meghosszabbítják az ukrán gabonafélék behozatali tilalmát. Szlovákia is követi a magyar és lengyel példát, jelentette be a megbízott miniszterelnök. Ódor Lajos közölte, Szlovákia egyoldalúan meghosszabbította az ukrán gabona importjára vonatkozó tilalmat az év végéig. Bukarest egyelőre kivár, és a hétfőre ígért ukrán cselekvési terv bemutatása után dönt a román gazdák védelmét szolgáló intézkedésekről. Volodymyr Zelenszkij az EU-s tagállamok lépésére úgy reagált, ha a szomszédos országok megsértik az uniós jogot, arra Ukrajna válaszolni fog. Kijev ismét kilátásba helyezte, hogy a kereskedelmi világszervezethez fordul kártérítésért. Szakértők szerint ez pedig azt jelenti, hogy Ukrajna azokat az országokat perelné be, akik a háború kitörése óta segítik. Új szállítási útvonallal kísérleteznek az ukránok a Fekete-tenger nyugati partvidékén, miután júliusban Oroszország felmondta a gabona egyezményt. Két teherhajó már elérte az ukrajnai Csornomorszk kikötőjét, ahol a tervek szerint mintegy 20 ezer tonna gabonát vesznek fel, és viszik Egyiptomba és Izraelbe. A járművek az óceániai Palau zászlaj alatt közlekednek, a legénység tagjai török, azeri, egyiptomi és ukrán állampolgárok. Kijevi jelentések szerint pedig további 5 hasonló bárka tart az Odessa régió kikötőibe. Moszkva azonban korábban többször arra figyelmeztetett, hogy az ukrán gabona szállító hajókat célpontnak tekinti. Migránsokat szállító embercsempész okozott balesetet Budapesten az Ecseri és a Gyáli út kereszteződésében. Az autóban 17-en utaztak, 16 magát szírnek való illegális bevándorló, illetve egy moldáv embercsempész. A Híradó információi szerint az embercsempészt a rendőrök már Kecskemét térségében üldözőbe vették.
A migránsokat szállító gépjármű végül egy busznak ütközött. A moldáv férfi megpróbált elmenekülni a helyszínről, viszont a rendőrök szinte azonnal elfogták. Ma van az Összödi beszéd nyilvánosságra kerülésének évfordulója. Gyurcsány Ferenc 17 évvel ezelőtt kiszivárgott beszéde a rendszerváltoztatás utáni Magyarország legnagyobb politikai és közéleti válságát hozta el. Kiderült, hogy a baloldali kormány hazudott az embereknek. Eltitkolták, hogy milyen válságos helyzetbe sodorták az országot. A beszéd nyilvánosságra kerülése után tüntetések törtek ki. Tízezrek követelték az MSZP-SZDSZ kormány lemondását. A tüntetéseket a gyurcsányi terror vérbe folytotta. Nem kicsit, nagyon. Az elhíresült Összödi beszéd a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai válságához vezetett 2006 őszén. A volt miniszterelnök ugyanis bevallotta, a baloldal politikája hazugságokra épült, az MSZP és a liberálisok közös kormányzása pedig a szakadék szélére sodorta az országot. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Az őszi tüntetések legvéresebb napja az 1956-os forradalom 50. évfordulójára esett. Október 23-án ugyanis a rendőrség a kormányellenes tüntetőket a Fidesz és a KDNP ünnepi nagygyűlése felé terelte. A Gyurcsány terror során volt, akinek a szemét lőtték ki, másokat pedig örökre megnyomorítottak. Csak annyit éreztem, hogy valaki megfogja az ujjamat, és csak egy recsenést. Borzasztó érzés volt, soha nem volt eltörve semmi. Sokáig sportoltam, 30 évig sportoltam, soha nem volt eltörve semmi. De itt akkor éreztem, hogy itt valami nagy gáz van. És ez szándékos lehetett, mit gondolom? Ezt teljes mértékben. Fábián Gábornak 3 helyen rúgták szét a szárkapocs csontját, az egyik ujját pedig bosszúból törték el. Bocsánatot a bukott miniszterelnök azóta sem kért. Sőt, a történések 10. évfordulóján azt állította, 2006-ban rendőrszakmai hibák történtek, amihez a politikának nem volt köze. A rendőrszakmai hibák elkövetésért a kormány sajnálatát fejezte ki. Az azóta elindult és részben első fokon befejeződött eljárások is azt bizonyították, hogy politikai érintettség a rendőrszakmai hibákban nincs. Ezért a rendőrség hibáért való sajnálat kifejezésén túl azt gondolom, hogy politikusnak bocsánatot kérnie nem kell. Egy dermesztő pillanat volt ez a magyar politikában. Az Összödi beszéd után nem csak véresre verték az embereket, hanem be is csapták őket és ellenükben kormányozták az országot. Erről korábban Orbán Viktor beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, ijesztő dolog, hogy aki ezt az egész helyzetet előidézte, hazugsággal került kormányra, majd csődbe vitte az országot, és még ma is a baloldal vezetője. Ez a ország! Trágár kifejezésekkel illette Gyurcsány Ferenc Magyarországot évekkel az Őszödi beszéd kiszivárgása amit után is. Mit szégyeljek? Mit? Ez a felvétel 2013-ban Nagy Imre volt miniszterelnök újratemetésének évfordulóján készült. Gyurcsány Ferenc akkor is kiállta a hazugságbeszéd mellett. Budapesten és 5 vidéki városban tartottak családi napot a budapesti demográfiai csúcs zárásaként. A Városligetben szombat délelőtt kismotoros felvonulás volt, a gyerekeket Novák Katalin köztársasági elnök indította el. Az államfő a közösségi oldalán azt írta, a budapesti demográfiai csúcs azokkal zárult, akikről az valójában szólt. De Péter! Mesejáték, légvárok és népi játékok várták a gyerekeket az zalaegerszegi családi napon. Ahogy családi napot rendeztek Debrecenben is, kicsik és nagyobbak 20 féle ingyenes játékot próbálhattak ki. Az egyik kedvenc a trambulin volt. Amikor van szabadidőnk, meg bármilyen programban, így Debrecenben igyekszünk együtt elmenni rá. Budapesten a gyerekek szelíd motoros felvonulásával kezdődött a családi nap. A Városligetben több ezer gyermek várta az indulást. Le kell tölteni, és be kell indítani, és már... A programra a köztársasági elnök is ellátogatott. Novák Katalin személyesen üdvözölte a családokat.
Ha már vannak motorosok, szelíd motorosok, legyen egy olyan nap, ami a legszelidebb motorosoké a kisgyerekeké. Ebből jött az ötlet annak idején, a mi gyerekeink is motoroztak, csak a cipőknek az orrát mindig ledarálták vele. A motoros felvonulás rajtja után a legkisebbek szüleikkel együtt vágtak neki az útnak. A rendezvényen részt vettek a legnagyobb családszervezetek, köztük az egyszülős központ is. Nagyon fontos, hogy merjünk arról beszélni, hogy a család, mint ahogy az egész élet, az időnként csodálatos, időnként meg nagyon nehéz. Az emberi kapcsolatok és a család fontosságáról beszélt az M1-en az egyszülős központ kuratórium elnöke. Nagy Anna azt mondta, a demográfiai csúcson ismét a figyelem középpontjába kerültek a családok. A családi napról a köztársasági elnök is feltöltött egy videót a közösségi oldalára. Novák Katalin azt írta, a budapesti demográfiai csúcs azokkal zárult, akikről az valójában szólt. Villámáradások alakultak ki a heves esőzések miatt több településen Franciaország déli részén. Volt, ahol egy óra leforgás alatt 100 mm-nyi csapadékot mértek. A helyi hatóságok több tucat embert menekítettek ki az elárasztott területekről, áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. A régióra szombat délutánra a legmagasabb vörös riasztást adta ki a francia meteorológiai szolgálat, amelyet később narancssárgára enyhítettek. Az ítéletidő fennakadásokat okozott a közlekedésben. Egy vasútvonalat le is kellett zárni, miután egy 500 méteres szakaszsal összeomlott egy földcsuszamlásban. Ez volt a Híradó reggel 8 órától, amely újra megnézhető a hiradó.hu weboldalon. Most jön a Nemzeti Sporthíradó Csanádi Kristóffal. Maradjanak velünk!